Kedves Andrea, szerepválasztással kapcsolatban kérdeznélek, hogy mi alapján választott ki a szereplőket? Hangszín alapján, karakter alapján, mi erre a módszer? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem minden szinkronrendező másképp gondolkodik. Én ránézésre gondolkodom. Nagyon sokszor az a probléma, hogy be is írnak, mert most már véleményez mindenki, hogy nem hasonlít a hangja az eredetihez. Nem feltétlenül hangra választunk, legalábbis én nem. Én ránézek, és arra gondolok, hogy kivel tudom elképzelni ezt az egészet, ki hasonlít leginkább. Tehát én karakterre választok. De volt már olyan, hogy abszolút nem hasonlított az eredeti színészre, viszont ott mégis a hang győzött. Tehát, hogy azzal a hanggal tudtam volna elképzelni. Nem egyszerű. Nagyon sokat dilemázok. És ezek a beírások, amit említettél, ezek befolyásolják-e a döntésedet esetleg? Vagy a választásodat? Igen. Nekem nagyon fáj, amikor valami kritika éri a munkámat. Tehát én az a típus vagyok, aki nehezen viselem a kritikát. Mert én úgy érzem, hogy mindent megteszek, és a lehető legjobbat akarom kihozni az egészből, és valamiért valakinek nem tetszik, akkor az engem nagyon bánt. Mert nem tudom neki elmondani, hogy miért az lett, miért nem az lett, akit első körben szerettem volna, mert ilyen is van. Hogy a végeredmény nem az, amit én elképzelek. Ez rengeteg tényező hozzájárul. Nem ért rá. Esetleg a megrendelő mással képzeli el, akkor ugye kötöttek vagyunk ahhoz, hogy a megrendelőnek az elképzelését kell teljesíteni. Sokszor ez egyezik, de van, amikor az én elképzelésem nem egyezik azzal. Természetesen felvesszük, és a végeredmény lehet ugyanolyan jó. Nem mindig az a végeredmény, amit én otthon elképzelek. És hogyha ezt valami kritika éri, akkor úgy szeretném elmondani a felhasználóknak, hogy ez azért van, mert. De erre nincs módom, hogy én ezt elmondjam, hogy miért nem Kőszegi Ákos csinálta azt a karaktert. Azért, mert az Ákos Kecskeméten van, és 0-24-ben próbál, és nem tud feljönni. Tehát itt ilyen kritériumok vannak. Tehát nagyon-nagyon sok munka van abban, mire otthon a néző végignéz egy filmet. Rengeteg előkészületi munka. És ez a sorozat esetében mennyire szóltak bele azokat, így gondolom, a karakter szerep választásba, vagy szabad kezet hagytak-e neked? Hát az Alföldi Robi az adott volt, Noah Weil, tehát ott az nem volt kérdés. Az Orosz Anna is már csinálta a figuráját, tehát itt olyan sorozat szereplők vannak ebben a sorozatban is, ami már adott volt. Tehát itt nagyon nem kellett agyalni. Ezt megbeszéltük a TV2-vel, hogy mit ki fog csinálni, és az összes többi, az már az én dolgom volt. És Andrea, az évek során kipróbáltad-e magad már a mikrofon másik oldalán? Tehát, hogy hát, szinkronizáltál-e már? Szinkronizáltam már, igen. És régebben milyen? Kimaradt talán egy mondat, de még mondatnak sem mondanám, talán egy szó, hogy menjünk, valahol ott a háttérben nagyon mozgott a szája. Rámondtam, borzasztó volt. Hallgathatatlan, elviselhetetlen szerintem, de próbáltak belőle kihozni olyat, hogy ezt nem is értem, jó legyen, hangmérnökön múlott az egész. Hát borzasztó esseim és esszeim vannak, de nekem nem kell tudni szépen beszélni, az én dolgom nem az. A hangmérnökök szokták mondani, hogy már hallják a folyosón, hogy jövök, olyan esszeim vannak, és olyan esseim. De nekem nem ez a dolgom. Hanem az, hogy megfelelő instrukciókat adj. Igen, és roppant nehéz szinkronizálni. Tehát engem naponta felhívnak, hogy szeretnének szinkronizálni. Mindenkinek nyitva az ajtó, mondtam, gyertek be, nézzetek bele, hogy történik ez az egész. Ámulnak, bámulnak, szinte nem hiszik el. Azt, hogy otthon mindenki úgy gondolja, hogy ez baromi egyszerű, és nagyon könnyen megy, de nem. Ez iszonyatosan nehéz. Gyakorlatilag ötféle dolgot csinál egyszerre. Olvas, hallgatja, nézi, beszél, és a színészi játékról még egy szót nem ejtettünk. Nagyon-nagyon nehéz. Uh-huh. És ha már színészi játékot említettél, bizonyos köröknek azt mondták, hogy olyan, hogy szinkron színész nincs.
Igen, de én magam is így gondolom. Tehát vannak a színészek. Most az, hogy főiskolára járt, vagy stúdiós volt, vagy nem tudom még, hogy hol tudják képezni magukat, vagy csak bele tanult a szakmában, színházakban, mert gyerekszínész volt, és onnan kikerült, és elkezdett szinkronizálni, és ide került. Az a probléma, hogy nincs ilyen szakma, hogy szinkron színész. Tehát ez így nincs leírva, hogy szinkron színész. Vannak a színészek, és akkor vannak a szinkronizáló emberek. Vagy nem tudom, hogy... De hát gyakorlatilag akkor ők is színészi játékot... Igen, és közben tudnak színészi játékot, de attól, hogy nem képzett színész, tehát nem végzett el főiskolát, vagy most ugye már egyetem, ettől ő még nagyon szépen meg tudja csinálni. Mert van hozzá érzéke, van hozzá tehetsége. Csak nem tudjuk azt mondani, hogy szinkronizáló ember, hanem hozzáteszik, hogy szinkron színész. De valamiért nem színészezik őket le. Ezt nem tudom, hogy ez hol csúszott el, mikor ki, hol találta ezt ki, hogy... Hát én azt gondolom, hogy mindig is egy ilyen misztikum övezte ezt a szakmát. Igen. Már ebből is látszik, hogy szinte meg se lehet nevezni, de én azt gondolom, hogy ez teszi zseniálisá. És akkor egy utolsó kérdés a nézők kedvéért. Itt említetted az előbb, hogy bárki kipróbálhatja magát. Az, aki esetleg kedvet kap hozzá, az hogyan és miként kezdheti el ezt a dolgot, vagy hogyan próbálhatja ki magát? Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ide nagyon sokan bejönnek, és elmondom nekik, hogy ez hogy történik, meg belenéznek. 10-ből egy jön vissza, egy marad itt. Tehát 9 menekül. Tehát ő érzi, hogy nem. Neki ez biztos, hogy nem menne. Tehát abban a pillanatban, hogy látja a test közelből, egészen más a véleménye. Mert otthon ülve és nézve úgy gondolja, hogy ő is tudja. Csak amikor én itt elmondom neki, hogy na akkor most olvast fel, semmi más ne csinálj, csak olvas el nekem egy tekercset, ott már problémák vannak. Mert kiderül, nem tud. Én voltam iskolában, próbáltam gyerekeket tanítani, és... Képzeld el, hogy vittem egy szöveglistát, és odaadtam nekik, és mondtam, hogy akkor olvassanak. Kiderült, hogy nem tudnak olvasni. Nem tudnak hangosan olvasni. Tehát itt már megbukott ez az egész sztori. Az, hogy utána még azt időre, meg tempóban, meg játékban. Én teljesen le voltam döbbenve, hogy a mai gyerekek nem tudnak olvasni. Folyamatosan és hangosan. Hát ez nekem rémisztő volt. És... Az a menete, általában az is szokott történni, ugye a telefonszámom fent van az interneten, nem tudom, egyszer valahol valamikor megadtam, vagy talán a Facebookon, és felhívnak, és akkor elmondják, hogy hát, neki mondták, hogy milyen szép hangjuk van, és hogy szeretnék kipróbálni. Mondom, természetesen gyere be bármelyik forgatásra, amikor itt vagyok, általában előző nap már megtudom, hogy másnap hánytól hányig vagyok, gyere be, nézz bele, és akkor onnan megbeszéljük a továbbiakat. Ez így szokott történni. Legalábbis engem így szoktak megtalálni. Hát akkor reméljük, hogy ha valaki kedvet kapott, akkor lesz olyan bátor is, bejön hozzátok és kipróbálja magát és sikerre jár. Viszont neked kívánok további sok sikert és kitartást a munkádhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Köszönöm, Ákos.